Hát jó reggelt, sziasztok! Arra gondoltam, hogy ma kivételesen egy ilyen hétköznapi vlogot fogok nektek készíteni, mert elég régen volt ilyen. A hétvégén jobban, vagy egy kicsit lelkesebben előkapom a kamerát, aminek az az oka, hogy úgy gondolom, hogy a hétköznapjaink, ha nem is ugyanolyanok, de nagyon hasonlók egymáshoz. Mindenki reggel elmegy iskolába, én dolgozni, aztán megyek a gyerekekért, aztán edzés. Viszont meg így is minden napunk egyedi, még ha nagyon hasonló is, úgyhogy arra gondoltam, hogy ma itt szeptember utolsó napja egy tökéletes alkalom arra, hogy egy ilyen reális napi vlogot hozzak nektek a hétköznapjainkból. Általában az alap temperamentumát a napunknak az adja meg, hogy kinek éppen milyen edzés lesz, és mihez kell alkalmazkodnunk, milyen időpontokhoz. Ma ebből van elég sok. Emmának 3 órától lesz edzése, szóval 2:30-ra kell érte mennem az iskolába. Milánnak pedig 3:40-re kell itt lennie a vásárcsarnok előtt, mert neki meg fellépése lesz. Úgyhogy én elviszem Emmát az edzésre, igen, elmegyek érte az iskolába, elviszem őt az edzésre, ott hagyom, aztán elmegyek Nathanért, aztán elmegyek Milánért, hazafutunk gyorsan, átöltözik, mert ehhez ilyen speciális ruha kell, ami így speciális, csak nem is speciális, mert hogy farmer, meg alányöltöző ilyen pulcsi vagy szett, illetve egyén póló, ami így az iskolában mindenkinek van egységes ebbe az osztályba. Szóval, hogy ezeket átveszi itthon Milán, és rohanunk a fellépésre. Délelőtt meg igazából dolgozni fogok, ahogy minden áldott nap, minden áldott hétköznap. A reggelünk pedig elindultak a gyerekek iskolába, én pedig egyet imádkoztam, illetve tornáztam. Szerettem volna felvételeket csinálni arról, hogy most már így nyújtok, mert hogy ez ilyen napi rutinná vált, viszont megmondom nektek őszintén, hogy én nem szeretek olyan dolgokat beletenni a videóba, ami nem reális, és én nem szoktam például ilyen sportruhát felvenni ahhoz, hogy reggel egy kis nyújtást csináljak, hanem simán is egyszerűen hálóinkba szoktam egy icipicit. Tehát nem nevezném tornának, mert én inkább ezt azért csinálom, hogy érezzem, hogy így a csontjaim, a testem egy kicsit felfrissül, és átnyújtom minden izmomat, viszont hálóinkban nem szerettem volna kamerázni. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy ezt így kihagyom most ebből a videóból. És ez nem azt jelenti, hogy nem történt meg, egyszerűen csak azt nem szerettem volna így felvenni. Nyilván köntösben nem fogok, de hogy ugye alatta mindig van egy ilyen hálóing, és akkor abba szoktam, nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én látom azt, hogy például tök sokan így videókba reggel felébrednek, kisminkelik magukat, tök toppon néznek ki, aztán felvesznek egy sportöltözetet, és akkor tornáznak egy fél órát, aztán elmennek tusolni, lemossák a sminkjüket, meg minden egyebet, és aztán 3 perc múlva megint topposan néznek, és szerintem ez annyira nem reális, de ez nyilván a videó kedvéért van, én viszont mindig megbeszélem úgy saját magammal, hogy én reális vlogokat akarok csinálni, olyat, ami a valóság. A valós arcképemmel, a valós temperamentumunkkal, a valós nehézségeinkkel, meg valós örömeinkkel együtt, úgyhogy ezt így igyekszem is évek óta tartani, és remélem, hogy így a kamerán keresztül is átjön. Na, az a helyzet, hogy most még vár rám egy szárítógép kipakolás, illetve egy ilyen szárító leszedés, itt a száradnak a ruhák, a sportruhák, felét már leszedték a gyerekek, a másik fele még vár rám, aztán reggelizünk, és megyünk dolgozni, és hát remélem, hogy 1 óra körül hazaérek. Várok még egy csomagot, nagyon érdekes, mert hogy 2 éve kinéztem egy pároloktatót, diffúzort, amit nem vettem meg, pedig előtte már egy évvel ezelőtt, mármint hogy a kinézett 2 évemhez előtte 1 évvel, már elromlott a saját diffúzorunk, de úgy döntöttem, hogy nem helyettesítem, mert hogy annyira nem fontos, de úgy mindig éreztem, hogy hiányzik, és kinéztem, hogy ilyen, tudjátok, nekünk a családi kabala az a lajhár, és a dotárának kijött 2 évvel ezelőtt egy lajháros diffúzora, ami igazából most már így ki is ment, mert hogy az idei szezonban kollás van nekik, de nekünk se doterás olajunk, se semmilyen olajunk nincs, és mindig úgy éreztem a hiányát. Sokszor mostanában érzek illatokat, nem mindig, de nagyon sokszor.
Amióta ugye hazajöttünk tavaly nyaralásból az óceánról, illetve a tengerről, akkor ott mindig éreztem, és úgy éreztem, hogy akkor biztos, hogy ez a tengervíz az jót tesz, és azóta mindig ilyen tengervízes ormosóval átmosom az orrom, és elég sokszor segít, illetve ilyen vincentka van párologtatva a hideg párásítóba bent a hálószobába, és akkor az ilyen 3 órát megy éjszaka, és ez szerintem elég jól hat az én orrpolipjaimra. Teszem hozzá, hogy most már egy kicsit úgy kezdek belenyugodni, hogy előbb-utóbb lehet, hogy műteni kellene. Tatán még van egy orvos, aki foglalkozik így ilyenekkel, műtéten kívül, vagy műtét nélkül. Gondolkoztam rajta, csak egy kicsit több szerintem benne az ilyen spiritualitás, amit én nem szeretnék, mert hogy itt is akupunktúrás pontokat talál el. Hallottam sok nagyon jó visszajelzést, és van olyan ismerősöm, akinek évek óta nem jött vissza az orrpolipja, pedig már nem is érzett se ízeket, se illatokat. Viszont én nagyon nem szeretem ezeket a dolgokat így kísérteni, még akkor se, hogyha így az itt lévő hatásuk jó, de én nekem így a lelkülete az nagyon fontos, úgyhogy ezen így évek óta így filóztam, csak egyszerűen valamiért minden egyes porcikám azt mondja, hogy ez annyira nem, hogy nem tiszta, de hogy itt van valami, ami annyira nem pozitív az én számomra. Na, úgyhogy így megrendeltem előző héten ezt a lajháros diffúzort egyetlen egy levendula olajjal, és úgy döntöttem, hogy kipróbáljuk, mert én nagyon szeretem, hogyha belépünk a lakásba, akkor ilyen jó illat van. Az illóolajakat régebben is nagyon szerettük, és olyan jó, amikor belépünk így az otthonunkba, és jó illat van, és még valamilyen szinten egy picit ilyen nyugtató hatást is ad ez a levendula, vagy ilyesmi, úgyhogy ezt megrendeltem, remélem, hogy ma már meg is érkezik. Aztán utána délután azt igazából én magam se tudom, hogy pontosan mik a tervek, és mi az, amit kellene csinálni. Most minden esetre kipakolok a szárítógépből, összehajtogatom a ruhákat, hogyha felöltöztem, illetve megfésülködök, egy kicsit megmosom az arcomat, megiszom a teámat, aztán beindul a nap, úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem! Felöltöztem, és csinálom magamnak a reggelit, és a ruha elpakolás az valószínű el fog maradni most így délelőtt, mert írt Ildikó barátnőm, hogy felébredt, és átjönne egyet kávézni, meg reggelizni, úgyhogy azt fontosabbnak tartom, mint hogy most azonnal ruhákat pakoljak. Amúgy is ők el fognak költözni a városból, hogyha Isten is úgy akarja, nem sokára, úgyhogy igyekszünk minden ilyen pillanatot megragadni, amikor egy kicsit beszélgethetünk személyesen is. Nagyon szeretjük így a reggeli kávékat, vagy reggeli napindító beszélgetéseket. Ezek szerintem így tök jól meghatározzák a mindennapok indítását, és olyan jó, hogyha ezt egy baráttal tehetjük meg, úgyhogy úgy döntöttem, hogy a házi munka az megvár. A reggelit elkészítem, most egy ilyen kolbászos meleg szendvics lesz a reggelim. Mostanában valahogy nem vágyom az édesre reggel, hanem inkább sósat szeretnék enni, úgyhogy ezt gyorsan beteszem a sütőbe, megsütöm, aztán beszélgetünk egyet. Hála Istennek nem túl messze mennek a várostól, csak hogy konkrétan ilyen így mi majdnem szomszédok vagyunk, sőt, egy lépcsőház, egy blokk választ el bennünket. És nyilván ez itt tök praktikus, meg kényelmes volt, és nagyon sokszor tudtunk találkozni. Ez egy kicsit megváltozik, de nagyon izgatott vagyok, mert egy gyönyörű, szép családi házba mennek, hogyha minden jól megy, és
És nagyon sok új és jó dolog vár rájuk, és néznek szembe vele, úgyhogy nagyon sokat imádkozunk értük, hogy ez most sikerüljön, mert látszik, hogy most már a szívük vágya ez. Úgyhogy igen, most egyet kávézunk, aztán reggelizünk, és megyek dolgozni. An empty wallet in my sight, just looking through the skyline to the diamonds in her eyes. Well, this lonely world can be so cruel, but I'm happy just to share it with you. May all of our dreams come. Kivittem az utolsó címre is az ebédet, és megmondom őszintén, hogy egy kicsit el is fáradtam. Ahhoz képest, hogy hétfő van, és általában a hétfő szokott lenni a leglazább nap, mert ugye nagyon soknak marad még vasárnapról ebédjük, amit visznek a munkahelyre, vagy eszik meg otthon. Viszont ma valahogy ilyen nagyon éhes volt itt a környéken lakók többsége, úgyhogy rengeteg ebédet vittem ki. És most ilyenkor összeszámolom a pénzt, meg összeszámolom ugye, hogy mennyi kaja volt, ezt így összesítem, aztán bemegyek az étterembe, ott ezekkel leszámolok a felettesemnek, aztán utána arra gondoltam, hogy beviszem a táskámat, láthattátok, hogy reggel volt róla szerintem ilyen kis felvétel, hogy viszem a táskámat, amit az előző videóban előtt láthattatok, hogy eléggé tropa, és megkérdezem itt a van helyben egy ilyen srác, akinek kimondottan olyan üzlete van, hogy kulcsmásolás, cipész és táskajavító, ilyen bőrökkel foglalkozik, meg ilyesmi. És képzeljétek el, hogy én mutattam nektek annak ezt a futártáskámat is, hogy itt teljesen leszakadt ez a része, ez mondjuk ilyen kínai, tök olcsó kis táska, viszont nekem nem praktikus, mert két cip zárós, elfér benne a telefonom, illetve a kulcsom, és a másikban meg ugye a pénz, hogy lássam mindig, hogy hogy adok vissza, hiszen nyilván, hogyha valamit elszámolok, akkor az az én veszteségem, és ugye azt nekem kell kifizetni. Úgyhogy erre nagyon figyelek, hogy ne egy olyan táskába vagy pénztárcába dobáljam a pénzt, amiben így ömleszve van, mert akkor nem tudok teljesen összpontosítani arra, hogy mindenkinek jól adjak vissza. Na és akkor arra gondoltam, hogy mivel ezt a táskát is megcsinálta ez a srác totál jó áron és nagyon gyorsan, ezért megkérdezem, hogy valamit esetleg tudná-e kezdeni a táskámmal, még mielőtt újat vennék, vagy elkezdenék keresni a neten, vagy esetleg arra gondoltam, hogy rendelek ugyanilyet, mert többen írtátok, hogy rendeljek, vagy vegyek eredeti bőrt, akár övbe, akár táskába, de
Olyan árakon láttam, hogy én mondjuk rá ilyen 80-100 ezer forintokat nem vagyok hajlandó adni egy táskáért. Én még így a 15-20-ra is azt mondom, hogy azért az nem egy olcsó kategória szerintem. Úgyhogy annál jobb áron, meg eredeti bőrből nem találtam sehol, de lehet, hogy én kerestem rossz helyen. Na de minden esetre adok egy esélyt annak, hogy hát, hogyha ez a srác meg tudja csinálni, és akkor maradna a táskám, mégis jól néz neki, mert hogy ez már tényleg olyan, hogy annyira le van potyogva róla a műbőr, egy-egy helyen, ahol így aktívabban használom, tudjátok, mindig a kulcsot beleteszem itt oldalt, meg a zsebkendők ott vannak, ilyesmik, amiket gyakran elő is veszek. Úgyhogy még az a terv, aztán utána otthon megcsinálom azt, amit nem csináltam meg reggel, így házi munkaként, és hogyha ezzel is megvagyok, akkor megyek Emmáért a suliba, aztán jönnek a délutáni körök. A táskámra azt mondták, hogy ez nem az a kategória, amit meg lehet javítani, mert hogy csúnyább lesz, mint így, úgyhogy lassan búcsúznunk kell, úgy érzem, az én kedvenc hátizsákomtól nem tudják megjavítani. Abszolút nem. Hazaértem időközben, és megebédeltem, és ráadásul a csomagom is megjött, úgyhogy arra gondoltam, hogy még nem bontottam ki, ha már pont ezen a napon jött csomagom, ami nálam nagy szó, mert én nem tudom. Gondolkozok, hogy idén mit rendeltem utoljára, de hogy nem nagyon szoktunk rendelni semmit, úgyhogy tényleg nagy szó, hogy most úgy rendeltem meg ezt. Úgyhogy most akkor kibontom veletek együtt. Ott van már rajta a lajhár. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Szeretném ide kitenni a nappaliba, hogy be tudja járni az aroma az egészet. Ja. Van itt egy kis papír egy anyukától. Levendulából 5-10 csepp elég. Igen, egy galántai. Azt hiszem, hogy igen, hogyha jól emlékszem. Nincs rajta. Érdekes dolog, hogy most már nem írják rá, ja, de galántai anyukától kaptam. Jó a diffúzorozást! Hát köszönöm szépen. Itt van a levendulaolaj, tök jól be van csomagolva, tényleg ilyen. Gondolkoztam rajta, hogyha csak így benne lesz egy dobozba, és a futárok nem vigyáznak rá, akkor ez simán eltörik, de hogy ahogy látom, nem, mert eléggé tök jól így be van csomagolva. És itt is, hogyha megnézitek, akkor eléggé biztonságos, legalábbis annak tűnik. Ah, itt a buksia. Hello, lajhár! Már nagyon vártunk. Ide nézzetek. Hát ez nagyon cuki. Ez így színekbe is passzol így hozzánk, mert hogy barna és szürke a nappalink, és szerintem tök aranyos. Itt van hozzá ez a kis konnektorba való bigyó, és a papírja. 2 évig nézegettem, büszke vagyok amúgy a türelmemre, hogy most már nagyon-nagyon jól visszaszoktam fogni ezeket a vásárlási dolgaimat. Nem nagyon van ilyen impulzus vásárlásom mostanában, sőt, most már így évek óta, és azóta sokkal, hogy mondjam, jobban összhangban vagyok magammal. De ennek, hogyha veszek például valamit, mint ahogy most is ezt, azt tök jól átgondolom, és akkor valóban tudok neki örülni. Ó, kis olaj.
Mindjárt keresünk is neki helyet, én úgy gondoltam, hogy a sólámpa mellett. Oda nézzetek, milyen hangokat ad ki, mintha csapogna a patak. Csiripelnek a madarak, azta! Nem elég, hogy jó illatot áraszt, nem tudom, hogy mennyire látszik, talán egy icipicit, de még akkor ilyen hangot is ad ki, na nézzük a többit. Visszaértünk a patakhoz, és akkor ahogy látom, hangosabban, halkabban, illetve hogy világítson. Ó, de jó! Hát ez nagyon tetszik. De jó! Hát ez tényleg nagyon szuper. I come back strong, raise your glass to the sky. Let's toast to that. All these people can stare. I don't care about that. This is my pity party. I'm gonna cry all night and I'll flip the bird at the guys. I don't need nobody. This is my pity party. I'll do just what. De lekuporodok ide, és megiszom a kis kávémat. Nagyon érdekes dolog, hogy mióta megvan a kanapénk, azóta a standard itt a kanapénak a sarkánál ülök mindig, és sose fekszünk fel a kanapére, vagyis Zoli igen, de én mondjuk soha, nem soha, de nagyon ritkán, illetve a gyerekek is nagyon ritkán csináltam egy kávét, igaz, hogy nem évszakhoz illő a bögrém, de se baj, attól függetlenül a kávé ugyanolyan finom. A gyerekeknek nem tudom, hogy a napközibe sikerült-e az összes leckét befejezni, van-e még bármi, amit tanulni kell akár, vagy meg kell írni, esetleg ki kell nyomtatni, sokszor van nekik ilyen kis projektmunkájuk, hogy bármit ki kell dolgozni, és ugye azokat itthon szoktuk megcsinálni, és akkor ugye ezzel megy el az időn. Nem tudom, hogy ma még mit hoz a mai nap, viszont azt tudom, hogy valószínű időm már nem lesz arra, hogy elővegyem úgy a telefont, hogy be is jelentkezzek, vagy videózzak, lehet, hogy egy pár képkockát még fogtok látni, de azt nem hiszem, hogy már bejelentkezem, és látszik rajtam, legalábbis én már így kamerába is látom, nem tudom, hogy ti mennyire veszitek észre, hogy kezdek egyre jobban fáradni. A tegnap délután egy kicsit húzós volt, és valahogy így mostanában így a munkáim is egy kicsit fölgyülem lettek, mind az esemény videózás, vagy videók vágása kapcsán, és valamikor beleesek abba a hibába, hogy nem egy extra sürgős munkáról van szó, de én egyszerűen, ha nekiállok videót vágni, akkor egy olyan flash érzésem van, hogy egyszerűen nem hagyom abba. És valamikor így hajnali egyik-kettőig videót vágok, és aztán ugye 6 órakor kelünk, és tudom azt, hogy mondjuk nekem az a 4-5 óra alvás nagyon-nagyon kevés, és aztán utána már ilyen délután 2-3 körül már olyan fáradt vagyok, és olyan elbóbiskolhatnékom van, hogy az csak na,
Viszont amikor úgy nekiállok, hogy akkor most videót vágok, és csönd van, és csak arra figyelek, akkor ilyen alkotási láz, vagy mi az, ami így ilyenkor elkap, és akkor annyira belejövök, hogy így túltalom, és nem tudom azt mondani a felénél, hogy akkor most majd folytatom, hanem én akkor ezt ilyen nagy lendülettel meg akarom csinálni, és általában meg is csinálom. Csak ennek a következménye itt van általában, amikor másnap aktívnak kellene lennem még egy jó pár órán át, és már ilyenkor fáradt vagyok. Úgyhogy köszönöm, hogy itt vagy, remélem, hogy tetszett neked ez a reális, tényleg milyenek a hétköznapjaink, és szeretem, mikor pont azt mutatom, ami tényleg van, és nem egy ilyen megrendezett, szép, csillogós hátteret láttok, és nem egy mindig kipihent és kisimult anyukát, hanem valóban olyan vlogokat és videókat tudok nektek hozni, ami így a valóságot tükrözi. Legyen szép napotok! Sziasztok!